Boldogságot, békességet, hópi és mézes kalács illatú karácsonyt kívánok mindenkinek. Kellemes karácsony ünnepeket kívánok a Berki családnak. Sok szeretettel, Gyuri. Kellemes karácsony ünnepeket kívánok a Ricsinek, a Ricsi barátomnak, a családomnak és az Áginak. Azt szeretném még kívánni, hogy a Marcipán nevű kutyám gyógyuljon meg, és ne kújtorogjon el többet. Szeretném meglátogatni a lányomat, a Ausztriában dolgozni. Mindenki, aki szeretetre vágyik, az megkapja a jövőre. Jövőre is, illetve innentől sokáig mindig szeretetben tudjunk együtt lenni, és ne veszek egy... sokáig. És figyeljünk oda egymásra. És értjük, próbáltam megérteni egymást. Világbéke. És hogy így szeressék így egymást, meg a kézművességet, meg az embereket, meg így ezt a teret, és ezt a karácsonyi hangulatot. Hát én azt kívánom, hogy most egy ideig egyáltalán ne legyen szorongás. Legalább egy évig ne szorongjunk semmi. Boldog karácsony! Boldog karácsonyt kívánok! Minden gyereknek, minden asszonynak, nőnek kellemes karácsonyt kívánok. Nekem a nő meg a gyerek szent dolog. Amen. Karácsonyra nem szeretnék nagy dolgokat kívánni, legeslegintább boldog, békés karácsonyt szeretnék mindenkinek kívánni, és javasolni, hogy mindenki üljön le körülbelül egy percre, hunja le a szemét, és fújja ki azt a sok fáradtságot, amit az év alatt összegyűjtött. Mindenkinek szeretném azt üzenni, hogy nagyon-nagyon sokat játszom, mert játszani jó és gyógyít, és mindenki boldog lesz tőle. És szeretnék még valakinek üzenni, akinek soha senki nem üzen szerintem. A kis Jézuskának azt, hogy áj, 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 Jézus aludjál. Először is azt kívánom, hogy a nagymamám az gyógyuljon meg. Meg a családomnak kívánok nagyon sok jót, meg boldogságot, a tesóimnak azt, hogy tényleg legyenek boldogok, meg a barátaimnak is ugyanezt. A Nanunak sok szerencsét kívánok külön, és a Lacinak egy nyulat kívánok, a Heninek meg egy nagy fát. Ennyi. Hát én legelőször lehet, hogy azt kívánom, hogy kevésbé feszüljek be, hogyha én kerülök a középpontba hirtelen. És hát én is szeretném a legjobbakat kívánni a családomnak, főleg édesanyámnak, mert rájöttem, hogy őt nagyon-nagyon tisztelem, meg édesapámat is nyilván, de nekik nagyon sok boldogságot, meg a barátaimnak azt, hogy minél több olyan dolog történjen velük, amit igazán szeretnének, és jó nekik. Boldog karácsony! Nekem az adventi időszakban is segít a homeopátia. Boldog karácsonyt, Szalóki.